Tóth Géza éppen 10 esztendeje volt először válogatott. Azóta a nevét Európa és világszerte ismerik. Győzelmeinek számát maga sem tudja. Amikor egy-egy versenyre készül, naponta 5-6 tonnát is felemel. Most éppen 170 kg-mal ugrándozik. Ő mesélte, hogy 10 éves korában osztálytársai között ő volt a legvékonyabb, és azóta 24 év telt el. Az idei berlini világ- és Európa-bajnokságon a félnehéz súlyúak mezőnyében indult. Utolsó gyakorlata a lökésben a 187,5 kg. A gyakorlat jó. Sok esztendő sportmunkájára tette fel a legnagyobb koronát. Tóth Géza világ- és Európa-bajnok lett, újabb dicsőséget szerezve a magyar súlyemelésnek. Világbajnokunk szűkebb hazájában Szombathelyen a legismertebb ember. Naponta kerékpárral jár munkahelyére, mert ez is edzés. Hosszú kilométereken át ilyen utakon kerekezik az új szombathelyi Szavária gimnáziumhoz, mert Tóth Géza testnevelő tanár itt. A világ egyik legerősebb embere a könnyed, kecses, szép mozgásra neveli növendékeit. Gondot fordít a ruganyosság fejlesztésére is. Ő maga is részt vesz tanítványai különböző atlétikai foglalkozásain. A világbajnok egyben a szombathelyi haladás edzője is. A csapat ott van a legjobb magyar első osztályú együttesek versenyében. Tanítványai között számos utánpótlás és ifjúsági válogatott emeli a súlyokat. Világbajnoki győzelme után 100 távirat köszöntötte az ország minden részéből. Tíz esztendő alatt a díjak sokaságát nyerte. Gyakran van távol a családtól, de amikor otthon van, ő is tanítgatja nagyobbik lányát, a 7 esztendős Ágnest. De a család szemefénye a 6 hónapos Orsolya. Meg is látszik, hogy súlyemelő a papa.